Vadonatúj szerelésben pompáznak a bátorszéki focista palánták, jelen esetben Varja Zoltán tanítványai, amint egy hétközi edzőmeccsre készülődnek. Nem csak egy garnitúra érkezett, hanem még kettő más színben. Az utánpótlás szinte minden korosztályában előbb-utóbb levethetik a régi, olykor már ütött-kopott szerelést bátorszéket. Köszönhetően a társasági adóból befolyó szép kis összegnek, no és az OTP, mint a magyar labdarúgás egyik tekintélyes szponzorának, ide is elérő támogatásának, amiből egyéb a mindennapi működéshez elengedhetetlen edzéseszközöket vásároltak a klubnál. Büszkék lehetünk rá, hogy mind az összes korosztályunk, még az ovisok is, olyan szerelésben állnak ki a tornájukra, hogy nyugodtan büszkék lehetünk rájuk. A játéktudás mellett természetesen valahogy ki is néznek, és hát ugyanígy az edzők, és az összes korosztályos csapat azért normálisan fel van öltöztetve. Hát ez most, amit most kaptunk, ez az idei adagunk gyakorlatilag, amit pótoltunk így a szerelésekben. Dominálni fog a kék szerelés, ez az alapszíne már régebb óta a bátorszéki sportegyesületnek. Választottunk másik szint is, mert már egy kicsit elég volt, hogy mindig csak ugyanabba a szín harmóniába lépünk pályára. Most a Zifinek azért vettünk egy szürke-feketét, ami szerintem tetszeni fog nekik, mert már kinyúztak, hogy mikor játszhatunk benne, de most a hétvégén az utolsó hazai meccsükön abban fogunk játszani. És a felnőtt pedig egy fehér, teljesen fehér szerelés kapott, az is jó néz ki, nagyon szép. A bátorszéki fociban a közelebbi és a távolabbi múltban a felnőtt csapat szereplése a bajnoki címért folytatott versengés volt csak fontos. Az utánpótlás nevelést, mint ahogy sok más magyar településen, fokozatosan elhanyagolták. 4 évvel ezelőtt Tóbi István hazahozatalával új időszámítás kezdődött a gyerekek képzésében, aminek mennyiség és minőség értelemben vannak már respektálható jelei. A korábbi 30-40 gyerek több mint duplája jár edzésre és játszik különböző csapatokban. Erre, ennek a folyamatnak a folytatására szívesen adják adójukat a felnőtt futball finanszírozásából visszavett, vagy azt időlegesen beszüntető bátorszéki vállalkozók, illetve vállalkozások. A serdülő csapat tavaly előtt az alsóházba játszott, a bajnokság második felébe, tavaly a felsőházba, de mindenki megpofozott bennünket, most pedig a felsőházba vagyunk, és itt mondhatom, hogy dobogó esélyesek vagyunk. Ez az U17-es csapatunk, U16-os csapatunk, az IFI csapat, az most negyedik évenben mondhatom, hogy először 9-ek voltunk, 8-ek, tavaly 3-ak, és most már tuti biztos, hogy 2-ak leszünk, mert 20 körüli ponttal vezetünk a 3. előtt. A nehéz helyzetben levő megyei első osztályban a bentmaradásért küzdő, erősen elfogyóban levő felnőtt csapat edzője, Brecska László is, tucatnyi ifistát kipróbált vagy játszatott edzőmeccsen, illetve alaposabban megnézett. Ez jelzi, a felfedezett tehetségek dolgában is lépett előre a bátorszéki utánpótlás nevelés, amely a távolabbi múltban jellemző volt a klubra. 11 ifi korú játékos lépett pályára, most 2 játékosom lesz az ifiba, aki kiöregszik az idén, és már jövőre nem léphet pályára, túlkorosként sem. Úgy gondolom, hogy az mind a kettő meg fogja állni a helyét a felnőttbe jövőre. Kerettag lesz nyáron? Úgy gondolom, hogy igen, sőt, ezen dolgozunk mindenképpen, hogy az legyen, és tudjuk használni továbbra is ezeket a gyerekeket itt. Már a hazai akadémiák figyelő tekintete is bátorszék felé fordult, az U14-ből az egyik kiemelkedő tehetségű játékosuk Felcsúton és a Ferencvárosnál is járt már próbajátékon, és olybá tűnik mindkét helyen megfelelt. A bátorszék fel van készülve, hogy Szekszárdról, Paksról, Bajáról, Pécsről elvihetnek tőlük újra gyerekeket. De ha így lesz, ez valahol a munkájuk elismerése, ami büszkeségüket csak növelné az utánpótlásban dolgozó edzőknek. Mind a két szemem nevet, mert természetesen azért sajnáljuk, de figyelemmel követjük. Az lenne jó, hogyha 10-et tudnánk adni följebb. Az lenne jó. Nagyon örülnék neki. És annak még inkább örülne a klubvezetés, ha az életpályájuk során itthon maradók és továbbra is focizók közül több mostani ifistával találkozhatnának a szurkolók a közeljövő bátorszéki felnőtt csapatban. Errefelé hajaznak a dolgok.